Vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Start! Start, elindult a nap első futama, jó pozícióban az egész mezőny. Prodigy Gusty az, aki hibázott a start pillanatában és késett a versenyből, szökevény sem vett igazán jó startot. Aki helyből gyors, az Beatriz Galindo, AT, Hajnal Tiborral, mögötte Asterix Evo színeit látom. Elég külső pozícióban Euclid AT próbál jönni. Favorit ló, de hát hetes volt a startszáma, nincsen könnyű helyzetben. Benn a falon tárkány színei tűnnek föl Bizbakkal, Anketcséből is jó pozíciót talált magának ott a negyedik hely környékén, amikor az élmezőny már az első egyenes harmadán jár. Vezet továbbra is Beatriz Galindo AT. Beatriz Galindo AT az első előnye egy másfél hosszra tehető, és most már fölment mellé Asterix Evo, a verseny egyik nagy esélyese, és nem hagyja Hajnal, hogy lecsukjon Varga Sándornek, így aztán a vezető kettős egy picit meglógni látszik a többiektől. Kettesokatokkal rendeződik az élmezőny, 3 kettesokat tehát a frontban, a harmadik kettesokatban Baba Jaga színei tűnnek föl, illetve Universal Boy, ők is a dobogós reményben próbálnak följebb zárkózni. Még mintegy jó 1000 méter van hátra a versenyből, és a startóta nincsen változás. Beatriz Galindo AT az élen, mellette Asterix Evo, aki utolsó 3 versenyét megnyerte Varga Sándorral, és most is remek pozícióban van, mögöttük Tárkány és Anketcséből színei tűnnek föl. Tehát az első sorból indult lovak egyelőre nagyszerűen futnak, mögöttük sincs változás, Baba Jaga tartja pozícióját, Universalból Juhász Balázsra pedig ott van a harmadik kettesokat külső tagjaként. Ők hatan nagyon jól együtt, mögöttük hetessel Euclid AT, Dejan Katanicsel, akinek sikerült az első kanyar követően azért bejebb húzódni, egy jó támadással fölzárkózhat, és akár még a dobogós helyezését is küzdhet. Az utolsó 500 méteren belül vagyunk már. Igazi támadás még nem jött, úgy tűnik, hogy majd a befutóban fogják eldönteni ezt a versenyt. Vezet kézből Beatriz Galindo AT. Beatriz Galindo AT az élen, vezet, most előnye egy olyan jó másfél hossz ennek a kettősnek, és most már külső pozícióban elindult Universal Boy egy látványos manőverrel, kiebb vette lovas hajtója. Mögöttük tárkány színei tűnnek föl remekül, jó 150 méter van hátra a verseny, és Asterix Evo most már átvette a vezetést, Tárkány azonban komoly ellenfele lehet. Jön Tárkány Bizbakkal, vezet Asterix Evo Varga Sándorral, Asterix Evo azért kézben tartja ezt a versenyt, Asterix Evo a győztes, mögötte Tárkány a második, a harmadik helyre pedig Beatriz Galindo AT érkezett meg. Start! Elindult az RVD első része, gyakorlatilag hiba nélkül indult az egész mezőny, és Uncia Nagy Ferenc 2-vel vette a legjobb startot, de Utini M is igencsak jó pozícióban van, sőt, talán övé lehet majd a fal, jól kezdett Unen Nócsesz már 8-as startszáma ellenére, és üstökös ugrott el magát Márton Lajos kezében, de elég gyorsan megfogta, de nem megy igazán jól, úgyhogy elképzelhető, hogy őt ki fogják zárni, így van, valopozik most is, és Tesco Magic is eldobta magát, egy kicsit zavaros, tehát ott a középmezőny, így aztán a vezető lónak, vagy a vezető lovaknak ez kedvezhet. Utinien Csordás Emilel elsőként fordul az első egyenesre, és mögé zárkózik föl Timur nagy lendülettel, mivel a vezető lovak egy picit megfogták a tempót. 1300 méter van hátra a versenyből, és Timur átveszi a vezetést. Timur most már az élen, Tibur az
érre lobog, és Tatján Hamon az, aki őt követi, és jól zárkózik utonálló, és egy körrel a vége előtt, tehát a középmezőnyből a gyengében kezdő lovak megérkeztek, Timikó Várhidi Róbertel is a közvetlen élmezőny tagja, így aztán most már elmondható, hogy igencsak jól együtt az élmezőny, amikor szűk kör van hátra a futamból. Timur diktálja tempót, mellette Tutenhamon, a harmadik pozícióban utonálló, benne a falon jól tartja magát Utinien, mellette pedig Timikó színeit látom, amikor a lovak a kanyarban járnak, őket követi Veressel Urlike Borg, illetve Uneno Cseszma, amikor a lovak már a túlsoldal elején járnak. A vezető kettes fogatnak van egy másfél-két hosszas előnye, továbbra is Timur Tutenhamon kettőse hozza a lovakat, majd a hajrára, benne a falon Timur, kívül Tutenhamon elég könnyen kézből, és úgy látom, hogy Utini ennek sincsen semmi problémája, kihúzódik vele Csordás Emil a második pozícióba, így aztán Unícia be tud menni a falra. Ők négyen egészen jól együtt, utonállóval pedig egy óriási hajrát nyit hajtója, a bátran a negyedik pozíciót fölvállalva, Urlike Borg ugyanis a harmadik spurban halad. A lovak elhagyták az utolsó 500 métert jelentő táblát, a vezető kettős még mindig kézből jön, nem nagyon tudják őket megtámadni. Talán majd Tutenhamon hátán elindul Utiniem, Unícia benne a falon továbbra is jól tartja magát, Uneno Cseszma, Timokó még a pénzdias helyekért küzdhet, talán még a dobogó egyik fokáért. Jönnek a lovak a befutó egyenesre, és Tutenhamon most már átvette a vezetést. Tutenhamon az élen, Unícia is elég nagy lendülettel támad a pálya közepén. Tutenhamon, Unícia, Utiniem, ez az első háromló sorrendje, illetve benne a falon még mindig nagyot küzd Timur. Az utolsó 100 méteren azonban Unícia a leggyorsabb, és Unícia végén biztosan fog győzni. Unícia nyerő, Tutenhamon mögött a második, remek küzdelem a harmadik helyért és célfotó Timur és Utiniem között. Start! Elindult a Rianó Handicap, és jól indult Priscilla, Zalai Gáborral és övék a fal, Taddeus mögötte otthon a második pozícióban, és Pentatlon talán a leggyorsabb, és át fogja majd venni a vezetést Juhász Balázsa. Pentatlon, Priscilla, Taddeus, ez az első három lósorrendje, libasorban az élmezőny, mögöttük pedig Tartalos színei tűnnek föl árokszállásival, hozzájuk közel ötödik helyen Sherwood és Kolozsi. Jönnek a lovak az első egyenesbe, az első 4-5 ló libasorban őket, a többiek pedig most már második pozíciót próbálnak fölvállalni. Például Lucky Boy és Gyulai Nikolett, ő az, aki a verseny ezen szakaszában följebb fog jönni, illetve Sherwood, az ő hátán érkezik Lucky Boy, és a mezőny középső szakaszában még Nobi, az, aki Farkas Tiborral egyértelműen sokat tudott javítani a helyzetén. Egy kör van még hátra, mint egy szűk 1200 méter, és most pár kettesokat okott az élen, tartja a vezető helyét Pentatlon, mellette Sherwood. Pentatlon, Sherwood kettőse, mögöttük pedig Priscilla nagyon szoros harmadik helyen, elég jól tartja magát Nobi mellett pedig továbbra is nagyszerűen fut Taddeus. Összességében jól együtt az egész mezőny, Sziporka van, valamint Texas Earl van egy kicsit lemaradva, és Penelope Jet is hajnal kezében, a többiek gyakorlatilag még nyerhetnek, hiszen ők 20 méteren belül. A lovak most már a túlsó oldal elején járnak, és a vezető hármasban nincsen változás, könnyen kézből vezet Pentatlon. Pentatlon már az első kanyarba vezetőként érkezett, Pentatlon mellett azonban már Sherwoodot egy picit bíztatnia kell hajtójának, ez némileg meglepetés. Jön kívül azonban Nobi, Farkas kezében és a harmadik pozíciót fölvállalva, akár fölmet a vezető lovak mellé. Jön az utolsó 500 méter, és Sherwood fárad, Sherwood esik vissza, így egyedül maradt az élen Pentatlon. Pentatlon mellett azonban most már megjelennek Nobi színei, Texas Earl pedig hibázott a mezőny végén. Pentatlonnak egy nagyon kemény utolsó 400 méterre lehet, mert jön Lucky Boy, jön egy újabb juhász idomítás, és az Lucky Boy hátán pedig elindulni látszanak még többen. No Fear az talán, aki a legjobb lendülettel jön Lucky Boy mögött, de lehet, hogy Lucky Boy meg fogja nyerni ezt a versenyt, mert 2-3 húszas előnye van, és nagyon frissen jön. Lucky Boy az élen, Lucky Boy átvette a vezetést mögötte, No Fear, Lucky Boy, No Fear és Pentatlon. Ez lehet a végén a befutási sorrend, az utolsó 100 méteren többen nagyon elfáradtak, Lucky Boy viszont nagyon friss, és Lucky Boy meg fogja nyerni a versenyt. Lucky Boy a nyerő, No Fear mögötte a második, a harmadik helyre pedig megérkezik Tartalos. Start! Start elindult a nap 9. futama, zárófutam, Istisastar Handicap. Rosamondi hibázott a start előtt, de letette a start előtt még a hajtója, így fölcsatlakozott a mezőnyhöz. Jól kezdett
Offenbach Biki Vámoszken pedig hibázik, és az egyik nagy esélyes ki is esik a küzdelemből. Olaszlány Juhász Balázsa lesz kihasználva, már ott van a második pozícióban. Landlord Cineit is ott elől látom, illetve közel van a vezető lovakhoz Imperial, akit Pap Kálmán hajt, de a második pozícióban közlekednek. A lovak már az első egyenesben járnak, és vezet Offenbach Biki. Offenbach Biki előnye másfél hosszra tehető, Csordás Emil eléggé lassít a tempón, így aztán a gyengében kezdő lovak is megkezdhetik a zárkózást. Offenbach Biki az élen, Imperial szépen lassan megérkezik mellé, Olaszlány nagyon jól együtt az egész mezőny egy körrel a vége előtt. Bő 1100 méter van még hátra a versenyből, Vámosz Kempet letette hajtója, kívül megy, így nem zavar senkit. A verseny tempóját Offenbach Biki diktálja. Offenbach Biki mellett Imperial, majd Olaszlány, mellette pedig most már egyértelműen ott látom Lucky Luke-ot, illetve Magister is a közép, Lucky Luke hátrébb, Magister az, aki közelebb helyezkedik, majd az ő hátán Alvenak Vikli, akitől jó futást várunk, szépen a második sorból megérkezett a vezető lovak mögé, és mivel nem túl gyors a verseny ezen szakasza, egy nagy hajrával onnan hátulról majd el lehet indulni. Szépen lassan azonban gyorsít a tempón Offenbach Bigivel Csordás Emil, Offenbach Biki mellett Imperial, Offenbach Biki Imperial, még nem érkezett támadás a vezető lovak ellen, a második kettesokatban Olaszlány és Magister halad, ők sem támadnak még. Lassacskán az 500-as táblához érkezünk, és akkor jön Alvenak Vikli. Alvenak Viklivel indítanak először támadást, ha az ő hátán Rozamundi is elindulhat. Az utolsó kanyar nagyon szoros lehet, mert nagyon jól együtt vannak az ügetők, 6-7-en dönthetnek majd a verseny sorsáról. Kézből gyorsít Offenbach Biki. Offenbach Biki vezet Imperial mellett, így aztán Alvenak Vikli csak a harmadik pozícióban tud előzni. Továbbra is benne a második helyen, második pozícióban Magister, benne a falon pedig Olaszlány. Jönnek a lovak a befutóra. Alvenak Vikli hiába megy a harmadik spurban, nagyon gyors. Offenbach Biki támadja. Offenbach Biki belül, kívül pedig jön Alvenak Vikli, és Alvenak Vikli erősebb. Alvenak Vikli elmegy Offenbach Biki mellett. Landlord szerezhet még egy harmadik helyezést. Alvenak Vikli győz, ő nyeri a versenyt, mögötte a második helyen ért célba Offenbach Biki, és Landlord pedig a harmadik, a nap utolsó futamában az Isti Sastar Handicapben. Ebben a pillanatban elindult a nyeretlenek versenye. 1400 méterre Sleepy Soldier kapta a legjobban a rajtot, aztán ott bent a falon láthatjuk Mea Culpát versenyezni. Aki viszont nagyon-nagyon belekezdett, az az osztrák tréningből érkező Peebles Place, és a start után egy olyan 150-200 méterre robbantott, és átvette a vezetést. Mögött a Seeking Approval iparkodik minél közelebb kerülni hozzá, illetőleg Sleepy Soldier van a harmadik helyen, majd pedig ott bent a falon láthatjuk Mea Culpát, de hát a Vegas Hope is szerencsés versenyt fut, és egyelőre abszolút ott az élbolyban tud elhelyezkedni, akár támadhatja is majd a későbbiekben a vezető lovat. A vezető lovat Peebles Place-t, aki tudja diktálni az iramot, mögötte ott van Seeking Approval, illetőleg Vegas Hope, majd pedig Sleepy Soldier a negyedik, ötödik helyen, Mea Culpa társaságában, aztán pedig azt a The Queen következik, akkor amikor befordultak a befutó egyenesre a lovak, és nagyon-nagyon jó iramot tud diktálni Peebles Place. Peebles Place előnye megnyugtatónak tűnik számára, ugyanis legalább egy 4-5 hosszal elment. Vegas Hope ment át a második helyre, és ott kívülről megindulni látszik Mea Culpa is. Mea Culpa akár leveheti még a placról a második helyen versenyző Vegas Hope-ot is, azonban úgy tűnik, hogy Peebles Place-re nem lehet veszélyes. Peebles Place vezet, mögötte ott van Vegas Hope. Vegas Hope szerezheti meg végül a második helyet, a harmadik hely pedig Mea Culpának jutott, tehát 6-os, 8-as, 5-ös a nem hivatalos befutási sorrendünk. És ebben a pillanatban elindult a nyeretlen két évesek versenye 1300 méterre. Nagyon jól indult Napleány, Napleány mellett ott van Ballada, aztán Bújpata követi őket, bent a barrieren pedig Fészter No tud magának jó pozíciót teremteni, mellette pedig a Blokád Színeit vélem felfedezni. Altály a következő ló, majd pedig Sarkcsillag következik. Ez tehát az élcsoport, az élboly sorrendje. Nagyon jó iramot mennek, legalábbis szemre
úgy tűnik a vezetők, és Fister No látszik nagyon jó helyzetben, aki pedig vezet, az Bubi Pata. Bubi Pata tudja diktálni az iramot, mögötte ott van Ballada, és kívül Blokád galoppozik egy pillanatban. Fister No a középmezőnyből most kap talán lassacskán csatlakozást, és bent van ott a falon Napleány is, igencsak jó pozícióban. Az élen Bubi Pata vezet, azonban támadja őt folyamatosan Blokád. Blokád megpróbálja őt utolérni, fej-fej mellett a két telivér, kívülről pedig Altály színei is feltűntek, lent a falon pedig a Ballada van ott a harmadik, negyedik pozícióban. E pillanatban Blokád elköszönt Bubi Patától. Blokád vezet, Bubi Pata a második, Altály talán meg tud indulni, minden esetre elég komoly csatát vív ott bent Altály. Aki megnyerte a futamot, az Blokád, aztán jött Bubi Pata, majd pedig Altály szerzi meg a harmadik helyet, tehát 5-ös, 6-os, 1-es a sorrendünk. Ebben a pillanatban elindult a verseny. Chaklit Brown vett nagyon jó startot, illetőleg mellette ott galoppozik Pink, közel van hozzájuk Napkelte, illetőleg Riddick is, ott legkívül pedig Dakov Gibraltar színeit láthatjuk, de abszolút az élmezőnyben van Nordic MV is. Napkelte a gyors kezdés után egy kicsit visszavett, a mezőny közepére vette őt Lovasa, aki most diktálhatja az iramot, az Chaklit Brown Kiskó Norberttel. Chaklit Brown vezet, mögötte ott van Dakov Gibraltar most már tisztán a második pozícióban, Riddick is nagyon jól tartja magát, és Napkeltét is újra versenybe vitte Lovasa ifjú Kozma István, és fölért oda a harmadik helyre. Nordic NV még az élmezőnyben, illetőleg Pinkről is ez mondható el, mi több még Lakena is elől van, gyakorlatilag ő zárja az élmezőnyt, az élcsoportot. Chaklit Brown vezet, az ő vezetésével érik el a befutó egyenest a lovak. Dakov Gibraltar folyamatosan mellette, most már abszolút fölvittem előtt Lovasa, Stanislav Georgiev, illetőleg Napkeltét is látjuk, hogy elindítja Lovasa, ami több Pinket is versenybe dobta, Suták Csenge ott legkívül próbál meg majd ére galopozni. Bent a falon Chaklit Brown azonban elgalopozott mellette Dakov Gibraltar, most már Dakov Gibraltar van elől, egyértelműen, mint hogyha fáradna Chaklit Brown, de talán a második helyet még megőrizheti, a harmadik helyért pedig Pink, illetőleg Napkelte vívnak nagyon nagy küzdelmet, és végül megnyerte a futamot Dakov Gibraltar, Chaklit Brown lett a második, a harmadik helyre pedig Napkelte galoppozott be, tehát 5-ös, 4-es, 6-os a befutási sorrendünk. Start! Elindult az augusztusi handicap. Szonya kicsit gyengén kap lábra, 2-3 hosszas hátrányban van. Inflagrantit is erősen kell lovagolni a start után, hogy tudja tartani a lépést a többiekkel. Maxen viszont bombasztikusan kezd, és ő vezet egy hosszal mögött egy Jack the Giant a további sorrend. Inflagranti, ahogy mondtam, a mezőny közepén, Szonya pedig a mezőny végén. Will of Beauty nagyon jól tartja magát, Mr. Virocárevics is ott van vele egyébként jó pozícióban. Amikor a túlsúlyos vége felé közelítenek a telivérek, Maxen vezetésével két hosszal mögött egy Jack the Giant, majd Cassiopeia, Mr. Virocárevics, Will of Beauty, Inflagranti a sorrend, és Szonyával egyőre nem tudnak közelíteni, amikor már csak mint egy olyan jó 900 méter van hátra a célig. Maxem továbbra is magabiztosan vezet. Maxem az első, két hosszal mögött egy Jack the Giant. Maxem, Jack the Giant, valamint Cassiopeia, kívülről zárkózik Mr. Virocárevics, Will of Beauty, Inflagranti fejt egyelőre, mögöttük 4-5 hosszal leszakadva Szonya zárja a sort, amikor bejönnek a lovak most már a célegyenesbe. Jön az utolsó 400 méter, Maxem lovasa hátra néz, hol jönnek az üldözők, közel van hozzá Jack the Giant. Maxem és Jack the Giant fejt az élen, harmadik Mr. Virocárevics, Cassio, hoppá, és ott leesik Jack the Giantről lovasa, elcsúszott a nyerek, hogyha jól látom. Remélhetőleg nem történt komolyabb baj, amikor az utolsó 200 méteren belül vannak a lovak, Jack the Giant, tehát nincs lovas, Maxem megnyerheti a versenyt, Inflagranti most zárkozik nagy lendülettel, és Maxem könnyedén sétál itt az incidens után haza. Maxem nyeri a verseny, nagy küzdelem a második helyért, Inflagranti második, harmadik helyen pedig megérkezik végül Cassiopeia. Start! Elindult a soroksári díj, Epki tud vezetésre ugrottak ki a lovak.
Majolika nagyon jól kezd. Rikát elmúlt héten gáton ment, ehhez képest most remekül talpon, síkon 1200 méteren. Navigáló Mondók a pokolfajzat, és Rekabeszpov Rátka a további sorrend. Miseren van egyedül kiszakadva a mezőnyből, a többiek remekül együtt galokoznak a favorit Majolika vezetésről. Ezerrel a vég előtt Majolika mögött Eptitűd, Rikát navigáló hármasa, aztán két hosszal követi őket, de jó pozícióban még Mondóka, majd Rekabeszpov Rátka a mezőny közepén, mögötte pedig pokolfajzat, Miseren még mindig a mezőny végén galoppozik. Négyen, öten megszökni látszan, amikor bejönnek a lovak most már a célesbe, a favorit Majolika nagyon-nagyon könnyedén halad az élen. Majolika az első, mögött ott van Rikát. Majolika, Rikát navigáló, Mondóka, Eptitűd, ez a sorrend, amikor az utolsó 400 méterre értek a lovak, és Majolikát most már lovagolja a lovas, a Szenyiszláv Georgiev, Rikát pedig meglepően jól jön gát győzelme után, egyelőre szorongatja Majolikát. Majolika, Rikát, Mondóka, ez a sorrend, amikor a távozdobhoz érnek most már a lovak, Majolika még mindig az élen, de jön rá Rikát. Majolika vagy Rikát, Majolika szívósan védekezik, Majolika talán vissza tudja verni a támadásokat, Majolika megnyereti a versenyt, Rikát lesz a második, Majolika visszatért a saját távjára és rögtön győz. Ő az első Georgiev, másik Rikát, harmadik Mondóka, negyedik helyre Miserend érkezik a világ végéről. És ebben a pillanatban elrajtolt a mezőny. Töblónak nem sikerült jól az indítás, például Rence is fölugrott, viszont nagyon-nagyon-nagyon jól el tudott rajtolni Papír Sárkány, és hát gyakorlatilag be se lehet hozni a képbe akkora előnyt, akkora lyukat tudott szakítani a többiekkel szemben. Eisfogel viszont nagyon rosszul indult, Linácska az, aki a vezető üldözésére megy, illetőleg Mára Maros, ők ketten a második, harmadik pozícióban, és szemmel látható, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon elköszönt mindenkitől a vezető ló. Innen most már fel kell kötni az alsó neműjét a mezőnynek, hogyha a nyomába akarnak érni. Papír Sárkány van tehát az élen, előnye. Hát meg nem mondom, hogy mennyi, legalább egy olyan 10-15 hosszal jár a többieket megelőzve. Mára Maros fejlődik föl tisztán a második pozícióba. Ő az, aki követi a vezető lovat. Ott látható még Rence is, tehát ő eléggé le tudta dolgozni hátrányát, amit rögtön a start után összeszedett. A lemezőny legvégén pedig Eisfogel színei tűnnek föl. Papír Sárkány tehát a vezetőt követi, Rence, illetőleg Mára Maros, majd pedig a mezőny javarésze is megpróbálja őket üldözőbe venni. Elsősorban két tíz kiszt láthatjuk még jó pozícióban. Időközben nagyon-nagyon leapadt Papír Sárkány hatalmas előnye, és két tíz kiszt lesz az, aki elhúz istáló társával, Mára Marossal vele egyetemen. Papír Sárkány teljesen elfogyott, míg Eisfogel látszik úgy, hogy belelendül, és azt a hatalmas hátrányát ledolgozandó, talán még placra is érhet, még akár a második hely is meg lehet, nem lesz meg végül számára, hiszen aki nyert, az két tíz kisz volt, második lett Mára Maros, harmadik helyre pedig beérkezett Eisfogel. Minden ló a gépben. Start! Elindult a mátrai handicap, remekül ugrott ki az egész mezőn, Sikava Hédi kettőse vezet, Hédi belül a falon, mellette Sikava, aztán Dirty Dreamer, valamint Red Red Line-t, a mezőny végén pedig Mako néz, de hát igazániból különösebb jelentősége nincs, mert remekül együtt az egész társaság. Randy Red Light tehát a favorit, egyelőre a 4.-5. pozícióban, Hédi viszont magabiztosan vezet. Hédi az első, amikor az első kanyar közepére érnek a lovak, Hédi mellett ott van Sikava, aztán Dirty Dreamer, Randy Red Light negyedik, ötödik pedig Mako néz jelen pillanatban, amikor lassan kijönnek a lovak a kanyarból, nagyjából 1400 méterünk van még hátra a célig, Hédi vezetésével jön a társaság. Hédi az első, egy hosszal mögötte Sikava, Hédi és Sikava, ők ketten vannak az élen, Dirty Dreamer a harmadik, Randy Red Light, még mindig a negyedik, Mako néz zárja a sort az utolsó 1200 méterhez közelítve. Az élen semmi változás, Hédi továbbra is magabiztosan vezet, másfél-két hosszal most már Sikava mögötte a második pozícióban, Dirty Dreamer a harmadik, negyedik Randy Red Light. A mezőny végén pedig még mindig Mako néz, amikor az ügető átjárót elhagyták a telivérek. Jön az utolsó 1000 méter, és Hédi változatlan az első. Hédi az első, másfél hosszal mögött ott van Sikava. Sikava mögött a falon belül Dirty Dreamer, mögöttük Run the Red Light. A mezőny végén pedig Mako néz, mikor a lovak a húsenyes végén vannak már. Jön az utolsó 800, Hédi egyre elég biztosan galoppozik. Én azt nézem, hogy hát minden lovat lovagolni kell. Mako néz jön talán a legkönnyebben, de ő elég messze van jelen pillanatban a vezető Héditől. Hédi jól mozog. Jól mozog az utolsó 600 méterhez közelítve, mögötte Dirty Dreamer-en már dolgoznia kell lovasának, Run the Red Light, talán ő is könnyen jön. Igen, jól jön Georgievel a favorit, ott van már a harmadik
egy pozícióban. Sikeva úgy látom kiesik a versenyből, amikor az utolsó 400-hoz érnek a telivérek. Run the red light, pedig át fogja venni a vezetést. Az utolsó 300 méterhez érve Makonéz nagyon kívül fordul, most kezd csak rohamozni. Nagyon messze van az élenlévő favorittól, Run the red light-tól. Jön az utolsó 200 méter, Run the red light, és Stanislav Georgiev elköszön a többiektől. Úgy tűnik, hogy a Szent Tamási Kanca tudja növelni az előnyét. Run the red light, ő nyerheti a versenyt nagyon magabiztosan. Újra 2000 méteren, Run the red light nyeri a napi főfutamot, Mátrai Handicapet. Georgievnek megvan a tripla, második helyre pedig nagy küzdelem után jön Makonéz, és megveri az ezúttal is jól futó Hédit. És ebben a pillanatban elindult a nap utolsó futama. Nagyon jól belekezdett napfákja, és mint amikor győzött, most is úgy tudott elkezdeni, pillanatok alatt egy két hosszas előnyre teszett. Klasszik Görlel Szulejmánnal, illetőleg a Matrix-szal szemben, ez tehát a vezető négyes, de közel van még Skydiver, és mi több Skydiver elég szépen ott belül a korlátnál próbál meg zárkózni, és Lovely Rock is megkezdi a csatlakozás. Napfákja azonban az élen van, előnye nagyjából egy hosszra tehető Szulejmánnal szemben, a harmadik pozíció pedig a Klasszik Görlé volt eddig, azonban most egyszer csak visszaesett a helyére. Skydiver érkezett, illetőleg Kökény továbbra is napfákja van elő, Kriskó Norbertel folyamatosan üldözi őt Szulejmán, illetőleg bent a falon most már nagyon közel hozzájuk. Skydiver kívülről pedig Kökény próbál meg robbantani, a negyedik spúrban teszi meg ezt a kanyart, és talán Roxán is megindulhat onnan a háttérből. Eddig vezetett napfákja azonban most már egy értelműen mellette van Skydiver, illetőleg Kökény. Skydiver, illetőleg Kökény kettőse talán el tud tőle köszönni Szulejmán, és megpróbál még visszatámadni, illetőleg a háttérből most indul meg a Vanília nagyrössel. Élen van Skydiver. Skydiver vezet azonban a hón alatt, megpróbálja őt támadni Kökény. Kökény vagy Skydiver, illetőleg kívülről megérkezik Vanília is egy hatalmas rohammal. Vanília rohamozza Skydiver, Skydiver vagy Vanília, és Skydiver ért végül be Vaníliát megelőzve a célba, innen legalábbis úgy tűnt. És aztán Szulejmán volt még, aki kibontakozott a dobogóért folyó harcban. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.